Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával. Az előbb már szóba került itt az orosz-ukrán válság, de vajon ez emeli felfelé az aranyárfolyamát, vagy inkább még az inflációs félelmek? Kérdezem Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát valószínűleg mind a kettő egyszerre fontos szerepet játszik az aranyárfolyam alakulásában, ami az utóbbi napokban fontos technikai ellenállások fölé tudott kerülni, és egyre inkább eltávolodik az 1830 dolláros árszinttől, ahol az ellenállás húzódik, illetve hát múlt időben fogalmazva húzódott. Mostantól erre az árszintre egy technikai támasz szerep hárul. A következő célállomás az emelkedő pályán az 1875 dollár lehet, itt vár a következő megmérettetés az árfolyamra, és persze sorakoznak aztán még további technikai ellenállások is felfelé az úton, amelyek mind akadályt jelenthetnek a további emelkedésben, úgyhogy egy hosszú és göröngyös menet áll még az aranyár előtt, de most a pozitív kilátások legalábbis technikai értelemben kerülnek egyre magabiztosabban fölénybe, és történik mindez úgy, hogy kezdetét vette tényszerűen egyfajta fordulat a monetáris politikákban. A jegybanki lazítás a legtöbb országban már megállt, van, ahol már kamatokat is emelnek, máshol még csak verbálisan indult el a fordulat, de minden esetre az egyre bizonyosabb, hogy a kamatok általánosságban emelkedni fognak az elkövetkezendő években, és ez a kamatot nem fialó aranybefektetések számára egy negatív jelenség lehet. És hát valóban miért állja mégis ilyen jól a sarat ez az arany, ez a kérdés felvetődik. Nos, erre a jelenlévő magas kockázatok adnak valószínűleg magyarázatot, nevezetesen nem csökken az infláció dinamikája, sőt éppen ellenkezőleg ez a probléma egyre valósabban vágja melbe az embereket. A geopolitikai feszültségek is egy szintet léptek tekintettel az orosz-ukrán konfliktusra, amiben belecsusszanhat a nyugat is. A részvénypiacokon mindeközben egy heves korrekció van kibontakozóban, amiből ki tudja, mi sülhet még két, szóval minden potenciális jegybanki ellenszél dacára megnövekedett a tőkepiacokon a biztonság iránti igény, és ezt a szerepet hagyományosan az arany tudja a legjobban betölteni. Az jutott eszembe egyébként, hogy Oroszország azért eléggé nagy aranykitermelő emlékeim szerint. Ez, hogyha mondjuk mégis lesz akármilyen mértékben egy orosz-ukrán konfliktus, ez érdekes mód nem befolyásolja az aranyárfolyamát? Tehát, hogy mondjuk erősebb a félelem, mint az, hogy vajon mondjuk adott esetben kevesebb fizikai kitermelés kerül a piacra? Én őszintén szóval nem látok összefüggést az orosz arany kitermelés és egy esetleges orosz-ukrán konfliktus, háborús helyzet között. Az aranylelőhelyek nem ebben a régióban vannak, tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen konfliktus nem érinteni a kitermelést, az tovább zajlana a maga módján. Persze, hát nem tudjuk, hogy ez a konfliktus, ha valóban bekövetkezik, milyen gyűrűket von még maga köré, hogyan terebélyesedik, tehát nyilván elszabadulhat akár a pokol is, és akkor az mindent érint, minden ipari ágazatot, de egyelőre azt hiszem, hogy a kitermeléshez ennek nem lenne köze. Említette a kamatemeléseket, ez leginkább akkor érződik majd negatívan, vagy érződhet negatívan az aranypiacán, hogyha elindul a nagy jegybankok emelése, tehát az amerikai Fedé, vagy adott esetben az Európai Központi Banki? Hát ez a folyamat már elindult tulajdonképpen, és ugye tegnap óta tartja a kamatdöntő ülés, itt az Amerikai Egyesült Államok jegybankja, a Fed, amely ma este ismerteti majd az eredményeket. Az üléssel kapcsolatban Jerome Powell Fed elnök ma este fogja tartani a sajtótájékoztatóját, ezt óriási várakozás előzi meg, tekintettel arra, hogy a dollárnak meghatározó szerepe van az egész világ pénzügyi és gazdasági rendszerére. Az infláció 7% volt decemberben az USA-ban, ami messze az ottani jegybanki cél felett van. Ez pedig azt jelenti, hogy a Fed jóformán rákényszerül a monetáris szigorításra. Ezt fokozatosan több lépésben teszi meg, hogy elkerülje a piaci sokkokat. A verbális szigorodást
következő lépésben kötvényvásárlási program fokozatos kivezetése követi, ami már el is indult a tavalyi év végén, és ezután következnek majd a kamat emelések is már valószínűleg márciustól. Előjelzések szerint 4 kamat emelés jöhet az idén, ami mindösszesen 1%-kal feljebb kerülő kamatszintet eredményezhet az év végére. Ez a monetáris szigorodás a történelmi tapasztalatok szerint negatív lehet a részvénypiacok számára, ezt már most tapasztaljuk. De az arany számára sem éppen egy jó hír a kamatemelési pálya. Itt mindig csak az a nagy kérdés, hogy egyrészt mennyire vannak már beárazva a monetáris szigorodással kapcsolatos forgatókönyvek, másrészt meg, hogy milyen egyéb kockázati tényezők vannak jelen, például geopolitikai kockázatok, amiről az imént beszéltünk, amelyek a menedékeszköz arany iránti igényt magasan tudják tartani, illetve harmadrészt, hogy az esetlegesen lanyhuló befektetői keresletet tudja pótolni egy ékszeripari fellendülés, vagy éppen a jegybankok felől érkező kereslet növekedés. Mindent egybevéve, tehát miután sokrétű a kereslet forrása az aranynál, van remény arra, hogy a szigorodó jegybanki politikák időszakát mégiscsak jól átvészelje a sárga nemesfém, de kétségkívül a szigorodása jegybankoknál az egy kihívás lehet az arany számára. Schmidt Kálmánt, az Aranypiac Kft. Ügyvezető igazgatóját hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre állt, jó napot, jó munkát önnek, viszont hallásra. Köszönöm én is, viszont hallásra. Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.